Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mire számíthatok? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller részére. Kedves Schiller, üdvözöllek téged. Te tudni szeretnéd, hogyan tovább, mi várható rátok, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A bal oldalon láthatóak a te kártyáid, a jobb oldalon pedig az ő kártyái. Ami most itt látható, ez a két kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első képen láthatunk egy hölgyet, ő szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Ha én megtekintem ezt a kártyát, nekem Botticelli jut eszembe, Vénusz születése, tehát itt Vénusz bolygó energiájáról is szó van, és Vénusz utal a szerelmi élet területére, és erre a hölgyre. Itt vannak érzelmek. Nem csak te szereted őt, hanem ez a kártya arra utal, hogy ő is szeret téged. A második kártyán van egy férfi, aki téged szimbolizál. Ő dobol, és szeret néha előre mennének az események. Ezt te is így tervezed, de valami ég itt, és ez a múltra utal. Valamit hátra kellene hagyni, elégetni magad mögött. De nem tudod azt, hogy mi lenne helyes. Légy aktív, vagy várj arra, hogy ez a hölgy mutassa ki az érzelmeit. Itt kell az aranyút. És az mindig a középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. És most megtekintjük a hölgy jelenlegi helyzetét. A képen ugyan két hölgy látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Itt rólad és róla van szó. Ez a teás készlet jelent valamit. A teás csésze szimbolizálja a víz elemét, és az utal érzelmekre. Megvan köztetek ez az érzelmi kapcsolat. Ami még fontos ennél a kártyánál, itt nincs egy harmadik személy a háttérben. Tehát te és ő vagy itt ezen a képen. Ha megtekintjük ezt a teás kancsót, akkor látható rajta a mérleg, és ez szimbolizálja a mérleg jegyét, ami párkapcsolatra utal. Ami még fontos ennél a kártyánál, a hatos szám és az érmék. A hatos szám az a múltra utal, az érmék pedig anyagi dolgokra, vagy a munkahelyre. Itt megvan ez a kapcsolat. A munkahely, az értékek, az anyagiak is, és ez a párkapcsolat, ez a vonzó erő kettőtök között. Ez mind szép és jó, ami viszont megnehezíti a dolgokat, azt mutatja a következő kártya, az eremit, ő visszahúzódik. Nem beszél a terveiről, nem beszél az érzelmekről, holott megvan köztetek ez a vonzalom, és megvan az érzelem is, az ő részéről is. Ami viszont előnyös, hogy ezen a képen látható, ő egyedül van, nincs senkie.
Én még azt is mondanám, hogy néha magányosnak érzi magát. Most megtekintjük nálad a gondolatokat, a terveket, és azt is, hogy mi várható a közeljövőben. Nagyon érdekes, amit itt a kártyák mutatnak, mert pontosan arról van szó, ahogy te ezt a kapcsolatot átéled. Az első kártya ott fent bal oldalon utal a levegő elemére, és itt kommunikációról van szó. Most ez a fontos, hogy legyenek jó beszélgetések kettőtök között. De légy diplomatikus, és maradj ebben a könnyűségben, ahogy ez a toll is mutatja. A második kártyánál érzelmekről van szó, és van itt egy pár kapcsolat. Te és ő. Össze vagytok így fonódva, ahogy a kép mutatja is. De nehéz érzelmekről beszélni, mert ő nem nyitott erre, de ez idő kérdése, mert idővel megoldódik minden, és kialakul köztetek egy párkapcsolat. Most megnézzük az ő terveit, vagy mi várható nála a közeljövőben. Mindkét kártyánál az érmékről van szó, ami utal az anyagiakra és a munkahelyére, vagy munkahelyi dolgokról gondolkozik el jelen pillanatban. Mint ahogy ez a ló mutatja, ő szeretne valami újat indítani, és ez jelenti a munkahelyi változásokat. De ott van mellette a másik kép, az ötös szám is, ami arra utal, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, vagy nehéz itt egy kiút. Jelen pillanatban nagyon bizonytalan, ami az anyagiakat illeti, a munkát illeti, és vannak félelmei. Fél attól, hogy elveszíti a talajt a lába alól, vagy elveszít valamit. Itt nem csak az anyagiakról van szó, hanem a belső értékekről is, mindarról, ami értékes számára. Mint például te, mert te is értékes vagy számára, de fél attól, hogy elveszít téged. Most megtekintjük nálad a jövőt. Mi várható rád a jövőben? Sajnos az első kép ott lent bal oldalon nem olyan élesen látható, de azért elmagyarázom, hogy mit jelent ez a kártya. A hatos szám. Itt a múltra utal. Arra is, hogy ez a hölgy visszatért az életedbe, és lesz itt egy új kezdet. Erre utal a tűz eleme. Az aktív mutatja az irányt, a kép is erre utal, hogy itt lesz egy új kezdet, lesz egy közös életút, vagy egy közös munka, lesznek irányok, közös célok. A második kártya, ahol ez a csiga látható, utal a mozgásra, itt előre mennek az események, akkor is, ha ilyen csiga lassúságban, de kis lépésekkel is el lehet érni a célokat. Itt fontos az irány, ami köztetek lesz egy közös irány. A munkát illetően is, és a párkapcsolatot illetően is. Itt ennél a kártyánál a csiga látható, a klasszikus táró kártyánál pedig egy hintó, de a jelentése ugyanaz. Itt lesznek változások, lehet egy költözködés is, munkahelyi változás, vagy utazások, és egy közös életút. Valami változik a sors utatokon, mégpedig ez évben. És mi változik nála, vagy hogy éli ő ezt át?
ezt mutatják a kártyák ott lent jobb oldalon. Ő érezni fogja a jövőben, hogy minden olyan bizonytalan, a feje tetejére állt, sőt, én azt is mondanám, hogy gyakran úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alól. De erről nem beszél, ezek az ő titkai. Akkor javul a helyzet, ha ő kimutatja az érzelmeit, amire a második kártya utal. Ez a hölgy itt ezen a képen, aki odafigyel erre a teás csészére, ennek egy szimbolikus jelentése van, utal a víz elemére, tehát az érzelmekre. Akkor javul a helyzet, ha ő odafigyel a saját érzelmeire, átteszi magát a bizonytalanságokon, a félelmeken, és kimutatja a hitét, a reményt, a szeretetet, ezt a szerelmet kettőtök között. Ettől a pillanattól fogva megváltozik nála minden, mert ez nyújtja számára a biztonság érzetét, és ezt te nyújtod. De várj arra, amíg ő nyitott lesz érzelmekről beszélni. Az is lehet, hogy egy nehéz helyzetben szüksége van rád, te segítesz neki, és ez közelebb hoz benneteket. Ezzel szerencsétek lesz, mert így meg lesz ez a közeledés, nem csak lelkileg, hanem lesz egy testi kapcsolat is. Kedves Schiller, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.